Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Augusztus 13-a Ipoly és Gertrud napja van. 1849-ben Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert. 153 éve meghalt Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője. Most pedig jöjjenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Egyre többen érdeklődnek Vajdaságban a húsmarha tenyésztés iránt. Az idei évtől az Óbecsei Kéményseprő Kft. Végzi a kötelező kéményseprést Óbecse községben. Mit tegyünk, ha megcsíp a darázs? Palicson koncertezett a Van Gogh. Hosszú ideje stagnál Szerbia állattenyésztése, mondják a gazdák. Némi előremozdulás ugyan történt a birkanevelésben, most a húsmarha tenyésztés keltette fel a vajdasági gazdák érdeklődését. Azok a gazdák, akik érdekeltek a tenyésztésben, magyarországi farmokat látogattak meg, ahol tapasztalatokat gyűjtöttek a tartásmódról és a takarmányozásról. A vajdasági gazdák egy csoportja a veszteséges tejtermelést a hústermeléssel kívánja felváltani. A húsmarhák költséghatékonyan tenyészthetők, de ez mellett a külföldi piaci lehetőségek is erősödnek. Egyre keresettebb a hazai marhahús. Bár itthon kevés a legelő, egy-egy körzetben mégis megalapozhatóak a farmok. Ezeket a borjakat lehet súlygyarapodásra, lehet készpénzért állulni termelőknek, az ottani termelőknek. Nagyon szorgalmas termelőink vannak, akik napról napra mind jobban és jobban kiábrándulnak a tejtermelésből, mert látjuk, hogy gondokba ütközik állandóan a tej értékesítése, a tej ára, tehát lassan kifizetődését elveszíti a tejtermelés. Ennek folytán támad bennünk ez az ötlet, hogy be kellene iktatni a hízómarha tenyésztést, az pedig ne csak a szimentáli fajtában merüljön ki, hanem az igen nagyon eredményes súlygyarapodást képes előhozni sarolé vagy egyéb fajtákban. A tenyésztésben érdekelt gazdák magyarországi farmokat látogattak meg, ahol értékes tapasztalatokat gyűjtöttek a tartásmódról és a takarmányozásról. Meglássuk itten, hogy miket etetnek ők, a siló takarmány, a fő takarmány, becsomagolt szenárs takarmányok, rozs, muhar, bármit becsomagolnak, tehát nagyon nagy jó tapasztalatokkal térünk majd haza. A húsmarhák genetikailag a szabadtartásra lettek kifejlesztve. A gazdasági adottságoktól függően vagy karámokban, vagy villanypásztorral körülkerített legelőrészeken tarthatók. A vajdasági gazdák több rendszert is szemügyre vehettek. Mindig azt el szoktuk mondani, hogy a megfelelő fajtát a megfelelő körülmények közé az adottságokhoz úgy az elhelyezésben, mint a takarmányozásban, hogy melyik fajta felel meg leginkább, amelyiknek az igényeit ki tudjuk elégíteni. Tehát a sarolé kizárólag olyan tenyészetekben való, illetve tenyésztésben, ahol megfelelő takarmányozást tudunk biztosítani, mert egy nagyon nagy potenciállal, súlygyarapodással rendelkező fajta, amelynek biztosítani kell a megfelelő tápanyagellátást napi szinten. Magyarország vezető húsmarha telephelye Lajos Mizsén van. Az 1500 fős állományt 600 hektáron nevelik. A tulajdonosok határon túli tenyésztőkkel kívánják fejleszteni a tenyésztést. Már tenyészanyagot is vásároltak több gazda tőlünk, és több magyarországi sarolytenyésztőtől. Az egyik oldal ez, a másik oldal a tenyészbika és a sperma szintén. Hallottam itt a gazdáktól, hogy elég kicsi a kínálata mondjuk egy-egy húsfajtának a sperma kínálatánál. Tehát ott mindenképp bővítenés és hát egy nagyobb kínálati lehetőséget a könnyű elővonalaknál, a nagy hústermelést hozó fajtáknál, illetve egyedeknél azoknak a spermáját forgalmazni erre, hogy mi is többet figyelünk is a kapcsolat révén.
A szerbiai gazdák a tenyésztésben és a külföldi, elsősorban a török és kínai piacra való kivitelben akkor lehetnek sikeresek, ha a szerb mezőgazdasági minisztérium komoly szándékkal felismeri a lehetőséget, és nem vonja meg a különböző támogatási feltételeket. Önerőből, egyesület formájában a gazdák szerint szinte lehetetlen helyt állni. Bődenem rekordtermésre számítanak az északbácskai vidék gyümölcstermelői. A májusi jégverés, a koranyári hűvös és esős idő, majd a mostani kánikula megviseli a fákat és a fejlődő terméseket. A korai fajtákat már szedik, a téli alma szürete pedig a megszokottnál korábban kezdődik. Szépen pirosodnak a korai almák Gajdács Károly palicsi gazdánál. A minőségi termelés érdekében nélkülözhetetlen a jégvédelmi háló. Jó termésben reménykedik. Szerinte a megszokottnál korábban kezdődik a szüret. A követelmény az, hogy körül piros legyen, és hát ami beljebb van, ugye a levelek alatt, az nem elég piros már még, de már most muszáj lesz szeregetni. Hát ami a téli almát illeti, én azt gondolom, hogy egy legalább, ha nem is két héttel, de 10 nappal biztos, hogy előrébb vagyunk. Én azt hiszem, hogy ott a szeptember 1-e körül, esetleg augusztus legvége felé, még nem tudom pontosan, de ott valahol el kell kezdeni, mert nem lehet ugye 2-3 nap alatt leszenni, mert már el szoktuk húzni majd 2 hónapig a szedést. Katona Máté körtése pár éve fordult termőre. Az idei körtár az jó lenne, hogyha lenne 70-80 dinár kilója a körtének. A tavalyi volt 60-70, de sokkal nagyobb volt a terméshozam, mint az idei évben. A költségeket akkor fedni, hogyha lenne 80-90 dinár, mert itt nálunk a piacokon 100-120 dinárra a körte. A nyári almát válogatják egy hajdújárási hűtőházban. A felvásárló szerint bő hozamra lehet számítani. Ez a gyümölcs felvásárlási árára is kihat. Jelenleg nagy a kínálat, így a zár sokkal kevesebb, mint a tavalyi évben. A válogatást megkezdtük, a kritérium nagyon magas. Az orosz piacnak bevezettek még plusz törvényeket, plusz szabályokat. Ezeket a szabályokat kőkeményen be kell, hogy tartsuk, ami nem minden esetben hátrány, de viszont a kritérium az almának nagyon magas, úgyhogy sok kiesésünk van a termésből. Az alma jelenlegi nagybani felvásárlási ára 30 dinár körül alakul. A tanügyi dolgozók 10%-os fizetésemelésre számíthatnak, mondta Mladen Šarčević. A szerb oktatási miniszter hozzátette, 2016. augusztusától, amióta ő a tárcavezető, ez már a negyedik keresetnövekedés, és ez jelentősen kihat az oktatásban foglalkoztatottak helyzetére. Šarčević szerint ez a fizetésemelés a legmagasabb lesz amellett, amit az egészségügyben dolgozók is kapnak majd. Arra az újságírói kérdésre reagálva, hogy a szakszervezetek elégedettek lesznek-e a növekedés mértékével. Eddig legalább 3 vállalat jelezte pályázati szándékát azon a tenderen, amelyet a Bori Bányászati és Kohászati Medence stratégiai partnerségére írtak ki, jelentette be ma Anna Brnabić. A szerb kormányfő a Majdanpeki önkormányzatnál tett látogatást. A miniszterelnök hozzátette, a pályázati határidő augusztus 20-a, tehát teljesen biztosan csak azután lehet kijelenteni. Brnabić újságírói kérdésre válaszolva elmondta, az ajánlattól függ majd, hogy a kormány többségi tulajdonos marad-e Borban. A Bori Bányászati és Kohászati Medencében való partnerség iránt korábban 11 vállalat is érdeklődött, többek között Kínából, Kanadából és Törökországból is. Očekujemo 3 najvažnije stvari. Prva je svakako da zadrži sve zaposlene. Druga je da se u dalju proizvodnju uloži najmanje 350 miliona dolara. I treća velika stvar je svakako da se nastavi proizvodnja i da se ukupna proizvodnja podigne u narednim godinama za 3 do 4 puta.
Megtartotta 80. rendes ülését Szerbia Szociális-Gazdasági Tanácsa. A megbeszélésen jelen volt Zorán Gyorgyevics munkaügyi miniszter, Milos Nenezics a Munkaadók Uniójának elnöke, Jubiszav Orbovics a Független Szakszervezetek Szövetségének elnöke, valamint a Függetlenség Ágazati Szakszervezetek elnöke Zorán Stojković. A megbeszélésen a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos stratégia törvénymódosítási javaslatát vitatták meg. Zorán Gyorgyevics szerint a jövőben szorosabban együtt kell működniük a munkaadók és a szakszervezetek vezetőinek is az általa vezetett minisztériummal, mert csak is párbeszéddel érhető el, hogy mindegyik érintett fél elégedett legyen. A jelenlegi szociális védelmi törvény már elavult, egy új hatékony törvényre van szükség, emelte ki a munkaügyi miniszter. Hozzátette, számos közvita és a szakemberek véleményének széles körű kikérése előzte meg az új szociális védelmi törvényjavaslat kidolgozását. Az ülésen végül elfogadták a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos stratégia törvénymódosítási javaslatát, amely a 2018 és 2022 közötti időszakra vonatkozik, nyilatkozta Milos Nenezics, a Munkaadók Uniójának elnöke. 15 évvel ezelőtt ezen a napon a Bistrica folyóban úszó és a parton játszó 10 éves szerb gyerekek közül 2 megöltek, 6 másikat pedig megsebesítettek Koszovó nyugati részén. Mindkét halálos áldozat 16 éves volt, és a szerbek lakta Gorás Devác falu lakói. A támadók a folyómenti bokrokban rejtőzködve várták, hogy a fiatalok arra ússzanak, és készültek a támadásra. Az áldozatok családtagjai el vannak keseredve, hogy a gyilkosokat a mai napig nem ítélték el, pedig azt állítják, mindenki tudja, kik az elkövetők. Ma Belgrádban 12 óra 44 perckor megemlékezést tartottak. Ezen részt vett Ivica Dačić, Szerbia külügyminisztere is. A szerb állam minden olyan szükséges dokumentációt kiad, amelyek segítségével a polgárok keresetet nyújthatnak be az 1999-es NATO bombázások miatt, amely során gyengített urán tartalmazó lövedéket is bevetettek, nyilatkozta Ivica Dačić. Szerbia külügyminisztere a koszovói áldozatok emlékszobájában újságírói kérdésre azt felelte, egyelőre nincs információja arra vonatkozóan, meddig jutottak el ezeknek a tervezett vádemeléseknek a kérdésében, amiket családi egyesületek és a polgárok készülnek benyújtani. Szerbiában a hét első felében továbbra is sok napsütésre van kilátás. A felhők csak néha takarják el a napot, jelentősebb mennyiségű csapadék nem várható. Ezen a héten Vajdaságban a hőmérséklet napközben többnyire 30 fok felett lesz. A hét közepén számíthatunk lehűlésre, azonban akkor is csak pár fokkal mutat majd kevesebbet a hőmérő higganyszála. Elszórtan számíthatunk frissítő záporra, zivatarra. Az Adriai tenger vizének átlag hőmérséklete évente 0,6 Celsius fokkal emelkedik, közölte a Kotori Tengerbiológiai Intézet. A szakemberek szerint ez kedvezőtlen hatással van a tengeri ökoszisztémára, mert az őshonosnak számító fajok pusztulását okozó invazív állat és növényfajok elszaporodásának kedvez, ez pedig hosszú távon beláthatatlan következményekkel jár. Újabb erdőtűz ütött ki Görögországban, most Evia szigetén csaptak fel a lángok, aminek következtében 2 falu és 1 kolostort kellett evakuálni. Egyelőre sérülésekről nem érkezett jelentés. A szigeten található 180 km hosszú utat a rendőrség lezárta. Azoknak, akik Evia északi részéből Athénba szeretnének eljutni, kompokat indítanak, amelyek éjszaka is szállítják az utasokat. Meghaladta 400-at az indonéziai földrengés halálos áldozatainak száma, és a kormány több százmillió dollárra becsüli a keletkezett anyagi károkat, közölték hétfőn a hatóságok. 436 ember vesztette életét az augusztus 5-én Lombok szigetén bekövetkezett földrengésben, és legalább 1350-en megsérültek.
Az emberek többsége az összeomlott házak romjai alatt lelte halálát. Az anyagi károk a jelenlegi becslések szerint 340 millió dollárra tehetők, de ez a szám várhatóan nőni fog. Lombok szigetén a 6,9-es erősségű földmozgás több ezer lakóházat döntött romba. Vlagyimir Putyin, orosz elnök váratlanul bejelentette, a hétvégén Berlinbe utazik, ahol Angela Merkel német kancellárral tárgyal. A látogatás szombaton lesz, a tárgyalás témáiról egyelőre senki sem nyilatkozott, de a feltételezések szerint Putyin és Merkel megvitatják a szíriai konfliktus, a kelet-ukrajnai helyzet csillapítása körüli és az energetikai együttműködéssel kapcsolatos álláspontjaikat. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban. Ötnapos nyári akadémiát tartanak Szabadkán a magyar pedagógusoknak. A Tanya Színház ma este Zenta Gunarason mutatja be a Pész hova mész című előadását. Közúti baleset történt Szabadkán, a kora reggeli órákban, kicsivel 7 óra előtt az 1-es számú postánál a Maxim Gorki úton. Helyszíni beszámolók szerint egy motorkerékpár egy fehér színű Ford márkájú személygépkocsiba csapódott. Az autó a Strossmayer utca felől hajlott a Május 1-e utca irányába. A kiérkező mentősök elmondták, a motoros sérüléseket szenvedett, nincs életveszélyes állapotban. A személygépkocsi eleje az ütközésben összeroncsolódott, de a vezető karcolás nélkül szállt ki a járműből. Szemtanúk szerint a mentősök és a rendőrök percek alatt a helyszínre érkeztek. Minden tudok rólad, általában így kezdi Momo, a kék bálna után a következő gyerekeket, tinédzsereket fenyegető őrület. A név alatt egy rémisztő torz horrorisztikus arc felhasználóját működtetik ismeretlenek a kiszemelt gyerekekkel általában, akikkel legtöbbször a WhatsApp nevű applikáción keresztül lép kapcsolatba. Előfordult állítólag, hogy a felhasználó telefonján lévő fotót ellopta és visszaküldte neki üzenetként. A múlt héten lett hír a jelenségből, amikor kiderült, hogy az argentin rendőrség épp egy 12 éves lány öngyilkosságát vizsgálja, miután felmerült a gyanú, hogy Momo kergette őt a halálba. A jelenség háttere még mindig ismeretlen, ezért az illetékesek azt kérik, fokozottan figyeljünk oda, hogy a gyerekek kikkel kommunikálnak az interneten. Az utóbbi hónapban számos olyan cikk jelent meg a média felületeken, amely darázs vagy mélycsípés okozta halálról tudósított Szerbiában. A szakemberek szerint az említett rovarok nincsenek jelen nagyobb számban az elmúlt évekhez viszonyítva. Egyszerűen csak az emberek többet vannak a szabadban. A nyugalmazott rendőr horgászás közben egy darázs csípésbe halt bele. Vigyázat, lódarázs. Néhány nap alatt ketten is belehaltak méh és darázs csípésbe. Egy fullánk a nyakában az életébe került. Halálos csípések. Mit tehetünk, ha megcsípnek bennünket a halált okozó rovarok? Csak néhány azon szalagcímek közül, amelyek az elmúlt egy hónapban jelentek meg a szerb médiában. Jogosan felvetődik hát a kérdés, hogy vajon a halálos csípéseket a rovarok túlszaporodása okozta-e. Több méhész egyesületnél is érdeklődtünk, és a szakemberek szerint szó sincs a darazsak és a méhek elszaporodásáról. Elvétve ugyan akadnak rajzások, de azok csak bizonyos környezetben alakulnak ki, kisebb területeken. Az emberek viszont nyaranként többet tartózkodnak a természetben, így ez növeli a kellemetlen csípések gyakoriságát. Amint megcsípett, akkor egy szúró érzést éreztem a karomon, meg viszkető érzés, és ahogy úgy nyilván, ahogy kapartam, úgy terjedt a pirosság, mivel bepirosodott, illetve pöttyök kezdtek el a karom többi részén terjedni. És akkor a nagynéném, ő egészségügyi nővér, mivel náluk voltam, akkor azonnal egy kalcium ampullát itatott meg velem, amitől az jobb lett, tehát a piros pöttyök nem terjedtek, de ott maradtak. Míg a darazsaké fájdalmasabb, addig a méhek csípése sokkal veszélyesebb, állítják a szakemberek. Darázs csípésnél ugyanis nagyon ritkán alakul ki allergiás reakció. A legtöbb embernél viszont a méhek csípése is csak kellemetlenséget okoz, és nem szükséges az orvosi beavatkozás.
olyankor, hogyha korábbról volt már allergiás reakciója ilyen rovarcsípésre, olyan esetben feltétlenül, ha pedig a csípés után elindulnak olyan tünetek, mint például nehéz légzés, fulladás, száj, vagyis ajkak dagadása, a szemhéjak dagadása, tehát ilyenkor már várás nélkül, tehát halaszthatatlanul jelentkezzenek orvosnál. Közvetlen halált csak akkor okoznak ezek a rovarok, amennyiben a szájüregben csípik meg az embert, tette hozzá a háziorvos, aki kiemelte, hogy ilyenkor a csípés helyének dagadása vezethet fulladáshoz. Az idei évtől az Óbecsei Kéményseprő Kft. Végzi a kötelező kéményseprést Óbecse községben. A fél évre szóló 750 dináros csekket meglepődve kapták készhez a lakosok. Péter révén kezdték, majd Bácsföldváron, Dreán, Pecesoron és Radicevitjen folytatják a kémények tisztítását a kéményseprők. Az óbecseieknek ezért a kötelező szolgáltatásért az Óbecsei Kéményseprő Kft.-nek kell évente kétszer 750 dinárt fizetniük. Mivel így a nyakunkba rázták az egészet, ha már ki kell fizetni, akkor én már szóltam, és akkor én nálam már mind a két kéményt megpucolták, ennyit tudok, hogy ha már fizetni kell, akkor dolgozzanak is megérte. Meg se kérdeznek bennünket, nem konkrétan rólam van szó, több idős ember tudok, hogy villanykályhával fűt egy szobát, és rá erőszakolják, a szerződés be van dobva, hogy kötelezően ki kell fizetni. Ezt nem kellene megkérdezni a lakosságtól, vagy a lakótól a házban. Ha nyilatkozatot tesznek, az árammal fűtőknek nem kell a kéményseprést fizetniük, ahogy a távfűt használóknak sem, tudtuk meg a vállalat szóvivőjétől. Az 1500 dináros éves díj ellenében kéményt évente kétszer tisztít majd a cég, egy alkalommal pedig a gázrendszert ellenőrzik ott, ahol gázzal fűtenek. A rászorulóknak kedvezményt ígérnek. Dicsenek ich popusta svakako, pošto u Bečeju ima 36 osoba obolelih od multiple skleroze, mi smo do sada njima to radili besplatno, jer smo imali neki takav dogovor sa udruženjem. Znači, to je neka naša društvena odgovornost i vodit ćemo računa svakako onim koji su najugroženiji u Bečeju. A falvak után szeptemberben Óbecsén folytatódik a kéményseprés, és novemberig tart majd. Ötnapos nyári akadémiát tartanak Szabadkán a magyar pedagógusoknak. A megnyitót a Városháza dísztermében tartották. Cindel Kisetelka 24 éve dolgozik tanítóként. Idén szeptemberben az újonnan érkező első sakosztályfőnöke lesz, ezért bízik benne, hogy hasznos dolgokat tud elsajátítani az akadémia során. Mindig van valami új, mindig van valami érdekes, nagyon szeretjük dr. Bagdi Emők előadásait, meg hát ez, ami most újdonság, hát mi is haladjunk egy kicsit a korra. Idén Böjte Csaba ferences rendi szerzetes is tartott előadást, a gyerekekkel való viszonyról beszélt. Én mindig azt mondom, amikor egy-egy új gyereket hoznak, hogy ki tudja, hát ha ő lesz a következő évtized József Attilája, vagy Bartók Bélája, mit tudjuk, mi van benne. Tehát ez a kíváncsisága, az ember nekiáll egy gyereknek, hogy segítsen őt kibontakozni, kibontani a benne lévő kincseket, akkor én azt hiszem, hogy tényleg az aranyásokhoz hasonlíthatók a pedagógusok. A Szabadkai Nyári Akadémiára közel 200 résztvevő jelentkezett. Minden témakör a pedagógusok folyamatos szakmai megújítására szolgál. 7 szekcióban zajlik majd a programunk, és a szekciók témakörei, előadásai is ezt fogják segíteni, hogy a pedagógusok új ismereteket, új szemléleteket sajátítsanak el. Az akadémiát Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár nyitotta meg. Nem csak az épületeket kell korszerűsíteni, fényezni, kijavítani, teljesen korszerűvé tenni. A felszerelést is javítanunk kell, korszerűsítenünk kell, és a humán erőforrással, a pedagógusokkal is sokkal többet és intenzívebben kell foglalkoznunk, támogatnunk őket anyagilag, szakmailag, és el kell, hogy érjük azt, hogy még inkább megerősödjön a magyar nyelvű oktatás itt a Vajdaságban.
Az eseményen Lőrinc Zoltán, a Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának Kárpát-medencei Magyar Oktatás Fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára is köszöntötte a pedagógusokat. Az akadémia helyszíne idén az Iván Szárics Műszaki Középiskola. Tiszatúr elnevezéssel gyermektábort szerveztek Magyarkanizsán. A település és Agyő között létrejött IPA projektnek köszönhetően 50 gyermek táborozhatott egy hétig a Kanizsa Cserkés csapat vízitelepén. A gyerekek a táborban turisztikáról és természetvédelemről tanulhattak, emellett számos szabadidős foglalkozásban is kipróbálhatták magukat. Ilyen csapatépítő programok voltak, ilyen játékok, és a legfontosabb program az volt, hogy megtanultunk kenúzni. A tábor záró napján a gyerekek újdonságként a Tisza közepén az úgynevezett Majom-szigeten táboroznak majd. Én nagyon élvezem ezt a tábort, mert én régóta cserkész vagyok, 7-8 éve, és még nem volt részem abban, hogy megtanuljak kenúzni, vagy itt a Majom-szigeten aludjak. És nagyon-nagyon örültem nekem, amikor szóltak, hogy van egy ilyen lehetőség, és nekem nagyon tetszik az ötlet, a tábornak a témája, a turizmus, a tiszai közlekedés. 10 és 16 éves korú gyerekek számára szervezték a tábort. Magának a tábornak az elsődleges célja az a fenntartható fejlődés és az a környezettel való együttélésre való megtanítása a gyerekeknek, és ez egy olyan érzékeny generáció, akiken keresztül én úgy gondolom, hogy a szülőkig, nagyszülőkig is eljut ennek a szemléletnek a lényege, tehát újrahasznosítással foglalkoztak, és természetesen lévén, hogy folyó mellett van a tábor, illetve nem elhanyagolható az, hogy folyami dolgokkal, kenuzással, táborozással, tábortűzkészítéssel, biztonságos tábortűzkészítéssel, valamint a folyami közlekedés szabályaival is megismerkedhettek. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával az Interreg IPA CBC Magyarország-Szerbia program keretén belül valósult meg. A Tanya Színház ma este Zenta Gunarason mutatja be a Pész hova mész című előadását. Akik személyesen nem tudnak ellátogatni a helyszínre, hogy megnézzék a produkciót, azok élőben követhetik a közösségi médián keresztül a műsort. A Tanya Színház online nevet viselő Facebook csoporthoz kell csatlakozni, és már is elérhető lesz az élő közvetítés 21 órától. Ezt a Pannoner TV segítségével valósult meg. A nagy sikerű Mórahalmi élőműsor után a Pannon Rádió csapata holnap a bácskosútfalvi fürdőzőkhöz látogat. 14 és 16 óra között a rekreációs központból sugárzunk élőműsort. Sóti Júli és Brasnyú Zoltán várja a hallgatókat. Szó lesz például a helyi fejlesztésekről és rendezvényekről. Kipróbálják az aquafitness-t, megkóstolják a kútban kelt kalácsot és jegyeket sorsolnak a pénteki Beatrice koncertre. A hallgatókat a helyszínen és a 91,5-ön is igazi nyári vízparti hangulat várja. Egyedi akusztikus produkcióval lépett színpadra a Van Gogh együttes tegnap Palicson. Egy-egy dal erejéig a banda frontembere rajongókat invitált a színpadra, pizzát rendelt a közönségnek, sőt többször elhagyta a pódiumot és a hallgatóság között is énekelt. Mint ahogy mögöttem is jól látszik, már kezdés előtt megtelt a palicsi nyári színpad nézőtere. A Van Gogh együttes rajongói izgatottan várták a koncertet. Valimo Van Gogh, valimo tú vrstu muzike, i zato smo tu. Nagyon várom ezt a Van Gogh koncertet. Nagyon szeretem az akusztikus előadásokat, és hát korábban még nem voltam ilyen Van Gogh, vagyis hát a Van Gogh koncertjén. Az együttes szeretne minden koncerten valami újat mutatni a közönségnek, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Zvonimir Gyuki Gyule, a Van Gogh frontembere. A banda akusztikus fellépése is kuriózumnak számít. Trebala je ideja da dođe od nekud, to je potreba koju osjećamo već dugi niz godina
i nekako godinam da na aktualnoj turneji mešamo koncerte koji su električni i akustični, to je negde provera emotivnog napona, to je provera senzibiliteta. A különleges koncert alatt Zvonimir Gyukit Gyule mobiltelefonjáról még az októberben megjelenő új albumok egyik számát is lejátszotta. A mai napra is jutott örömhír médiaházunk tájáról. Az éjszaka folyamán megszületett kolléganőnk Dédics Zuzana és férje Antonio első közös gyermeke Léna. Az újszülött 3230 grammal és 49 cm-rel jött világra. Szerkesztőségünk és az összes kolléga nevében erőt, egészséget és sok boldogságot kívánunk a kis családnak. Vecsernyés Dávid bronzérmet nyert nyújtón vasárnap a glasgowi torna Európa-bajnokságon. Az utolsó szerdöntő magyar résztvevője a csütörtöki selejtezőből a második legjobb eredménnyel jutott tovább. A döntőben a magyar tornász megint elegáns és szép hiba nélküli gyakorlatot mutatott be. A versenyben a svájci Oliver Hegi bizonyult a legjobbnak, a második helyen Epke Zonderland, a hollandok olimpiai világ és Európa bajnoka végzett. Vecsernyés a második magyar felnőtt érmes a glasgowi torna EB-n. Múlt vasárnap Dévai Boglárka győzött ugrásban. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Egyre többen érdeklődnek Vajdaságban a húsmarha tenyésztés iránt. Az idei évtől az Óbecsei Kéményseprő Kft. Végzi a kötelező kéményseprést Óbecse községben. Mit tegyünk, ha megcsíp a darázs? Palicson koncertezett a Van Gogh. Köszönjük szépen a figyelmüket! A pannonertv.com weboldalon még több friss hírt és információt olvashatnak, és a riportjainkat is visszanézhetik. Tartsanak velünk a továbbiakban is. A viszontlátásra!